A tervek szerint újabb fejlesztés várható Szálkán. Egy vízlevezetőt szeretne lebetonozni a helyi önkormányzat, ugyanis a levezető alján egy nagyobb esőzés esetén iszap, majd por keletkezik, amely kellemetlenséget okoz az ott élőknek, mondja Pálffy János polgármester. A település önkormányzata pályázatot nyújtott be a munkálatok megvalósításához, ez azonban még nem került elfogadásra. A szálkai lakosok közül vannak, akik nehezményezik ezt az ötletet, mert a terület egy közkedvelt erdei sétány mellett található, ami medvehagyma lelőhely is. Pálffy János szerint azonban nincs ok aggodalomra. A vízügyi tanács, aki minden egyes ilyen vízügyi pályázatot, vagyis beruházást felülvizsgál, 100%-osan támogatta. Magyarul a szakma igen mondott rá. Most aki igazából ezt nem járja körül, és nem látta még, hogy itt egy nagy esőnél mi van, természetesen mondhat más véleményt, de amikor elönti az alsó részt az iszap, utána megjelenik a por, akkor meg hát mindenki csak tárja szét a kezét, és reklamál, hogy hát akkor ezt el kéne takarítani. Oda fog befolyni a víz abba az árokba, ami leviszi az egész faluból a csapadékvizet. A levezetőből lefolyó víz útját mutatja a polgármester. Pálffy János úgy fogalmazott, hogy elsődleges cél mindig is a természetvédelme volt, és a tervezett beruházás nem fogja károsítani a környezetet. Minden mozdulatunkkal és minden idegszálunkkal azon vagyunk, hogy az a település szép legyen, jó legyen, és a környezetet mindenképpen óvjuk meg, de a szakszerűség, a fejlődés az tulajdonképpen nem áll meg. Ha megállítanánk, akkor lemaradnánk, és utána most sokan szeretnek ide költözni, viszont nem tudom, hogyha megálltunk volna 10 évvel ezelőtt és semmit nem tettünk volna, akkor hányan költöztek volna ide. A polgármester azt is elmondta, hogy az az állítás is téves, hogy a vízlevezető mentén medvehagyma található, így az továbbra is bárki számára elérhető a szálkai erdő területén.